A hamburgi Kampnagel, a frankfurti Künstlerhaus Mausonturm, a berlini Mikub és az újvidéki Per Art koprodukciójában készült előadást 20. századi német táncművekre alapozták. A koreográfia kidolgozásában részt vettek németországi művészek is. Az előadás szereplői az újvidéki Per Art csoport tagjai, akik között vannak fogyatékkal élők is. Az előadás készítésekor felvetettük a kérdést, hol vannak ma a kortár a fogyatékkal élő személyek? A válasz egyértelmű, nincsenek. Esetleg csak témái egy-egy előadásnak, de fizikai jelenlétükkel nem szerepelnek táncosként, még kevésbé koreográfusként. Szerettünk volna lehetőséget adni a fogyatékkal élőknek, hogy alkotói és művelői legyenek a tánc művészetének. Amikor a színpadon vagyok, egyfajta szabadságot érzek. Pontosabban felszabadultságot, amely abból ered, hogy az emberek előtt bemutathatom, ki vagyok én igazából. Olyan, mintha mindegy nagy robot részei lennénk, amelyet egy közös zsineg mozgat. A Diszilfi című előadás egy a vendégjátékok sorában. Az Újvidéki Színházban ez időtájt, vagyis a színház születésnapja közelettével hagyományosan igen sok vendégszereplést láthat a közönség. Január 27-én lesz 45 éves az Újvidéki Színház. Az ünneplés az idén is a drámaíró versennyel kezdődik. Idén hát előjáróba egyenlőre annyit mondanék, hogy annyiban lesz különleges, hogy igyekeztünk igazodni Újvidék ifjúsági főváros jellegéhez, úgyhogy az írók is és a rendezők is igen fiatalok lesznek idén. Január 19-ét a drámaíró verseny napját követően január 27-éig az Újvidéki Színházban egy-egy produkcióval vendégszerepel a Szabadkai Kosztolányi Színház, a Szabadkai Népszínház, az Zentai Kamara Színház, a Tara Civil Szervezet, a Reflektor Teátár és a Tanya Színház is.